Az igen. Elnézést kívánok! Kezdőhang meg volt, most már csak tapsikolnod kell egy. Jó. Azt szép volt, nem sikerült ebbe. Még nem. De valószínű egyébként azért nem, mert tegnap 500 kilométeren keresztül hurcoláztam egy fémszekrényt magammal, ami a végig az autópályán csak ez fémes csillogással, úgyhogy nagyon jó volt tényleg. Megvakulni el fogsz ebben szartolni. Na hát az... Tönkre megyek, bazd meg! Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai kibeszélőbe elhoztuk nektek az As I Lay Dying visszatérő lemezét, a Shape by Fire című albumot. Más néven a Tuka-Tuka lemezt. Hát az. Tudom, hogy neked ez nagyon nyomja a begyedet. Nekem ez nagyon nyomja a begyemet, igen, hogy minden dalhoz tuka-tuka-tuka-tuka-tuka-tuka-tuka-tuka, ilyen dobolás van. Há, igen. Majdnem minden dal van, mert azért van kivétel, a Gatekeeperben van Blasbeat is. igen. Tehát igazából visszatért az aljed, és ott folytatják, mint hogyha el sem nem tudom. És? Jó, közben azért lámbezisszel tudjuk, történt, ami történt, és mi? Lambéria. Lambériával történt, ami történt, és minden bűre van bocsánat, a Lost Professors csávóira nincs, az ott hagyja meg a bűnöm. Na mindegy, szóval... I am Watkins. Watkins, a méltán híres énekes, a szexuális orientációja igencsak érdekes. Ott rohagy meg, ahol vagy. Jó, na, igen. Szóval a lényeg az, hogy ugye megtörtént a nagy összeborulás tavaly. Négy hibáik újra összeálltak Lambériával. És aki még, ha lehet, még jobban kicsapta magát. Volt ideje, ugye? Tehát, hogy így... Azt mondják, hogy sütten, hogy kedvezményes a kondibérlet. Úgyhogy nyomta tovább, amit kint elkezdett. Hát meg ugye nem mindegy, hogy fiú vagy lány. Tehát, hogy azért az ott relatíve számít a karméret. Figyelj, annál olcsóbb átalakítás mindenet a sütten végeznek, én nem ismerem. Na! Rakjuk ezt zárójelben. Igen, Lambesis ezt a jelek szerint megúszta, mert a hangja az nem kopott, tehát nem ment át szopránba, ha értjük. Szoprán, érted? Ezt tegyük zárójelbe, Lambesis múltja elég. Oké, kirajogtuk rajta magunkat, bár nagyon vicces, de kirajogtuk rajta magunkat. Szóval, Shape by Fire. Igen, és ami neked baromira nem jött be, hogy minden dal kb. Ugyanaz, az engem meg iszonyatosan elkapott. És nem tudom, hogy miért, nem tudom megmondani, hogy miért, mert én is látom, hogy sablonra van felhúzva minden egyes dal a Gatekeeper kivételével. Igen, az egyetlen. Az is sablonra, csak az a Slayernek a sablonjára van felhúzva, a többi az meg ugye az As I Lay Dying sablonjára. És... Ja. Ugyanaz, tényleg mindegyikben ugyanaz történik, szinte ugyanolyan gitárriffek, ugyanolyan dobjáték, ugyanúgy jön a refrénbe a nagy éneklés. Nekem Josh hangja iszonyatosan tetszik. Tehát, hogyha tiszta éneket szeretnék metalcore-ba, csak ilyen tiszta éneket szeretnék, vagy Jason Cameront a Bury Tomorrow-ból, ez a kettő lehetséges készpont. És egyszerűen szerintem ezek elviszik a hátán a lemezt. Ez megint olyan, mint amíg hallgatod, addig elviszi. Tehát utána meg, most hogy mondjam, tehát tényleg annyira stílusgyakorlat az egész, hogy klisé. Oké, hogy klisé, de viszont... Lesz minusz breakdownok, ugye? Tehát nincs, nem nagyon van breakdown a lemezen. Alig, de attól alig. Figyelte, ott vannak tényleg ezek a neoklasszikus gitárok, ilyen neoklasszikus díszítésekkel a betonozós gitárok. Lambesis hörög, mint a vaddisznó, aki gombát talál. Van bazd meg, tényleg minden dalban szárnyaló, tiszta ének, és így mi olyan van, amit nem hallottál akár tőlük, akár másoktól? Igen, viszont nem tudom, tehát figyelj, 8 évvel ezelőtt, vagy mikor jött ki utoljára lemezük. 11 vagy 12, talán 14, a faszom. És
14-ben biztos nem, mert 13-ban már ment a izé. Akkor nem, akkor 12 lesz az szerintem. Akkor igen, 12 a Greater Foundation, amin volt, vagy Great Foundation. Ja, igen, valamikor akkor. És... Hát, amin az van. Ja, hogy az. Igen. És... De gyakorlatilag ők ott letették, és most felvették a fonalat, és szerintem ez inkább egy kicsit ilyen a status quo-nak a megszilárdítása, hogy mi még mindig itt vagyunk, mi még mindig ezek a metalcore alapítói közé tartozunk, akik ezt az egészet behozták a köztudatba, és tehát én tőlük már nem várom azt, hogy még egyszer megreformálják akár a stílust, akár önmagukat. És ha úgy nézed, hogy metalcore műfajon belül, ez meg egy baromi erős lemez. Igen. Végig ott van a zenész teljesítmény, végig ott van az énekes teljesítmény. Szólni talán nem szól úgy a lemez, ahogy elvárnám 2019-ben. Igen. Tehát nincs az agyon stilizált hangzás, amit igen, megkívánna magának így a... Mondjuk dobilag ott van, mert a perdőt meg a lábdobot néha valami nehéz megkülönböztetni. Gyors lepörgetések vannak, akkor mondd meg, hogy melyik a perdő, melyik a lábdob. Hát esélytelen vagy, mert szarrá van triggerünk. Igen. Vagy protúszhoz vagy, nem tudom. Jó, ez egy nézőpont. De akkor én mondom a másik nézőpontot, ami mentén én néztem ezt a lemezt, hogy ami elég volt 2011-12-ben, az szerintem már nem feltétlenül elég 2019-ben. Azóta azért sok víz lefolyt a gallapot, akkor érted? Ez tény! De az a baj, ezzel se tudok egyébként vitatkozni, mert én is hallom tényleg azt, hogy sablonokból épül az egész, és tényleg igen, ugyanaz mindegyik. Csak engem valahogy ez most eltalált. Igazából szerintem kinek melyik ízesítést tetszik igen, a palacsintába. Igen. Tehát a palacsinta ugyanaz lesz 20 év múlva is, csak mit raksz bele. Igen. Jó, nyilván nem fogod a palacsintát, mit tudom én, ecetes gyöngyhagyma lével fogyasztani, érted? De figyelj, igen, nekem igen, erről az jut eszembe, amikor 2011-12 táján, amikor indítottam a karbont. Igen. Amikor akkoriban vastagon túrtam a netet, a MySpace-t, meg minden ilyesmit, jobbnál jobb bandákat keresve, akik újítóbbak, progresszívebbek, és most nem a Dream Theater-i 9-16-os, hanem az újító értelmét véve a szónak, és ami olyan volt, azt leszettem. Uh-huh. Volt egy faszakis torrent oldal, Rockbox, és fogtam, lehúztam. De... két hallgatás után az ilyen lemez, ez a lemez már akkor is shift-el lett volna, függetlenül attól, hogy milyen név szerepel a borítót. Uh-huh, uh-huh. Ja, értem. Tehát, hogy én szerintem már 2012-ben is, nekem az utolsó utolsó olyan AILD lemez, amit tetszett, az a Ocean Between Us volt 2007-ből. Uh-huh. Tehát azóta szerintem ők nem nagyon változtak, mondom ezt úgy, hogy nem vagyok fanatik rajongó. Nem, hát kötelező hallgatás nagyjából megvolt a lemezekből, és akkor itt nem kaptak el soha nap. Tehát én a Killswitch-sel azért volt más, mert az is egy lényegében stílus gyakorlat volt az ő szintjükön, de én őket mindig is többre tartottam. Apám hangosító volt, na, egy, kettő, nekem így néz ki a számsak. Igen, de szép. Szóval, tehát én őket mindig is egyfelől többre tartottam, más őket sokkal rendszeresebben hallgattam. És ezért is tudtam az ő szintjükön is egy ilyen sablonosabbnak mondható lemez után lelkesedni. Uh-huh. Ja, értem. Most meg pont azért nem tudok, talán pedig esküszöm, hogy a Lambériával kapcsolatos előítéleteimet félretettem, miközben hallgattam a lemezt, és igyekeztem tényleg anélkül szemlélni, illetve fülelni, de azt kell mondjam, hogy nekem ez a lemez 2019-ben léc alatt van. Uh-huh. Rúgták a labdát, ami bement a léc alá. Gól! Független attól, hogy tényleg jót tesz a metal-metalkor szintérnek egy S.I.L.A. Dying jelenléte, visszatérése, nekem ez a lemez nem elég. Független attól, hogy van ezen is pár dal, amit ki tudok mazsolázni, az Undertow például helyből ilyen, a My Own Grave, ugye, amivel visszatértek, és amikor azt hittem, hogy jó, sokkal jobban fogom szeretni ezt a lemezt, és vártam, az még a
Tall It Takes, az áródal, az nagyon tetszik, mert az is más egy picit, mint ő. A Wreck is szerintem a lemez legjobbja, és nálam kávéig megálltunk. A többi dal, oké, pörög, oké, jók a gitárok, oké, tuka-tuka, oké, van benne tiszta cső. Nekem az a durva, hogy nekem meg pont a Blinded, amivel berobban az egész, abban olyan refrén van, hogy még álmomba is az jön vissza. Ott a Shade by Fire, ami szintén hatalmas, és ott van a Take What's Left, ami szintén egy kicsit más, egy kicsit lírikusabb oldalról. Ott a Gatekeeper, ami meg ugye echte Slayer. Egyébként megfigyelted, hogy most, hogy felosztik a Slayer, egyre több banda csinál Slayer dalukat? Tehát ott volt az izé is, a Depressziónak is a Slayer szólója. Most itt van egy komplett dal, ami Slayer, és hogy Slayer-es dalokat a Rain in Blood megjelenése óta írnak az emberek, és minden, jó, értem, minden lényegében minden harmadik metal bandának vannak Slayer-es hatásai, amióta szélesebb körben ismert Slayer. Minden dal tuka-tuka és ugyanolyan, hát Slayer, bazd meg! Na, most de visszatérve... Az, a thrash metal keresztapja a Slayer és a metalcore zenekarok legnagyobb része a thrashből, meg a Melodeathből vegyít, és a Melodeath honnan vegyít, ugyancsak a skandináv Melodeath, ugyancsak a tuka-tuka. Persze, értem. Egy eddagész lemezt hallgass végig, egy... Nem akarok. De, egy Slaughter of the Soul lemezt. Tuka-t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 uka
hogy... 30 éve nincs monopart, miért teszem ezt? Ja. Szóval arra akarok kiugadni, hogy te kiemeltél 4-5 dalt, én kiemeltem másik 3-4-et, tehát 9-nél tartunk és 11 van a lemezen. Tehát akkor ez nem, egy nem lehet egy rossz lemez, de ettől függetlenül... Jó, az most teljesen mindegy. Igen, szóval az olyan, hogy egynek jó. Van, igen, van. Az már aztán tényleg abszolút ilyen zajos. Blindednek a klipjébe tök jó fölhúzta az egészet, engedjük el, van intro, jó van. És... tehát én azt mondom, hogy ez egy kurva stabil visszatérés volt, aztán meglátjuk, hogy hova tovább. Nem hiszem, hogy nagyon másfelé fognak menni egyébként. Ja, az mindig igaz. Tehát ez az AIED tudja amit, de az kurva stabilan. Akinek kenyere eszi, aki meg nem, az meg versenyét. Na igen. Vagy sósképp. Igen. De én azt mondom, hogy amíg ilyen gitárjáték van, amíg ilyen éneklés van, én addig én kajálom az AIED-ét. Na hát srácok, mondjátok el, hogy nektek hogy tetszett a Lamberia és a többiek visszatérő albuma. Mi itt most teljesen megoszlottunk. Milyen jó, hogy csak ketten vagyunk, érted? Igen. Még lenne 13 különböző vélemény. Igen, akkor aztán hova mennénk. De reméljük, hogy lesz még 13 különböző vélemény. Nyugodtan írjátok meg nekünk odalent, vagy a Facebookon, vagy a blogon, vagy bárhol máshol, hogy mit gondoltok erről az egész jelenségről akár. Mint az I Lay Dying, és mint Metalcore, és mint a Lamberia, és mint főleg az új lemez, de szerintem az új lemezre vagyunk legkíváncsibbak, hogy mit gondoltok róla. De jöhet bármi, aztán legközelebb megtalálkozunk. Eszembe jutott még valami. Igen? De pillanat. A Shape by Fire szerintem olyan, mint a zsiráf. Szép, meg jó, de otthonra nem kéne. Legalábbis nekem. Szavaztok, srácok! Hello! Igen. Ami egyébként nekem kurvára tetszik, nekem Paulnak a hangja, ugye Paulnak hívja. Nick a kurva anyját akkor. Nem Fils Grosso, ugye Nick Hippe nyomja őket. Nem, Josh Gilbert. Oké. Bocsánat, igen.